köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Tej televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szigorodnak a szabályok, újabb járványügyi intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor. Szekszárd felkészült a második hullámra, a polgármester irányításával folyik a tavasszal már jól vizsgázott munka az önkormányzatnál. Koronavírus, kórházban kezelik az egyik szekszárdi gyár dolgozóját, a cég intézkedésekről döntött. Környezetszépítő akció Szekszárdon, gerebjével takarították a játszóteret civilek és kormánypárti önkormányzati képviselők. 109 ezeren betegedtek meg a járvány kezdete óta Magyarországon, és a maszkviselés önmagában már nem lassít eléggé, mondta Orbán Viktor a hétfőn délelőtti bejelentésében, melyben újabb intézkedésekről számolt be. Többek között kedd éjféltől kijárási tilalom lép életbe, bezárnak a szabadidős létesítmények, az éttermek csak elvitelre dolgoznak majd. Az oktatásban 8. osztály felett visszatérnek a digitális tanórákhoz. A korlátozó intézkedéseket 30 napra vezeti be Magyarország kormánya, szükség esetén meg is hosszabbítják azokat. 109 ezeren betegedtek meg Magyarországon a járvány kitörése óta. A kórházak felszereltek, rendelkezésre áll elegendő ágy, lélegeztetőgép, maszk és védőfelszerelés is. Azonban az orvosok és az ápolónők száma véges, és a vakcina érkezéséig is még több hét van hátra, indokolta a legújabb szigorításokat Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt. Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink és az ápolónőink, vagyis a kórházaink nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. Ezért ezt a terhet, vagyis a megbetegedések számát csökkentenünk kell, a maszkviselés önmagában már nem lassít eléggé. Ezért a járvány terjedését korlátozó intézkedéseket kell bevezetni. Ennek értelmében, vagyis este 8 és hajnali 5 óra között csak munkába járás céljából lehet elhagyni az otthonunkat. Bezárnak a szabadidős létesítmények, az éttermek csak elvitelre dolgozhatnak majd. 14 éven felüli diákoknak digitális oktatásra térnek át. Az általános iskolák, óvodák és bölcsödék nyitva maradnak. Nem lehet lakodalmat tartani, és az esküvőn is csak a legközelebbi hozzátartozók és a tanúk vehetnek részt. A temetéseken is legfeljebb 50-en lehetnek jelen. A családi és magánrendezvényeken maximum 10-en vehetnek részt. A szállodák pedig csak az üzleti céllal érkező vendégeket fogadhatnak. A sporteseményeket pedig mostantól zárt kapuk mögött rendezik. A kereskedelmi és iparkamara javaslatára a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-áig történt foglalásokat, illetve azok 80%-át az állam megtéríti. Ennek föltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Továbbá erre a 30 napra az éttermek és a szabadidős létesítmények mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól, és az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti. Ennek ismételten az a feltétele, hogy a munkavállalót ne bocsátsák el, és a dolgozók megkapják a fizetésüket. A korlátozó intézkedéseket 30 napra vezeti be Magyarország kormánya, szükség esetén akár meg is hosszabbíthatják azokat. A miniszterelnök hétfői bejelentése értelmében minden üzletnek este 7 órakor be kell zárnia. Az intézkedés miatt jelentősen módosul a hazai boltok nyitvatartási ideje, így a vásárlásra fordítható időkeret is. Az egyik gazdasági lap iparági forrásokból úgy értesült, emiatt tumultus alakulhat ki a boltokban, főként a most induló karácsonyi rohamban. Az új nyitvatartási idő azt jelenti, hogy a vásárlásra fordítható időkeret akár 20%-kal is csökkenhet, a 24 órában nyitvatartó non-stop boltok esetében pedig akár 50%-os is lehet a visszaesés. Tehát azok a vásárlók, akik eddig este 7 és hajnali 5 óra között vásároltak, most majd az engedélyezett idősávot terhelik majd, ezért lehetnek majd hosszúak a sorok a kasszáknál. Szekszárdon is felkészült a város vezetése a koronavírus második hullámára, erről a Rádió 1 műsorában beszélt a település polgármestere. Ács Rezső azt mondta, már felálltak azok a munkacsoportok, amik tavasszal is működtek a Tolnai megyeszékhelyen, és elkezdték megszervezni a feladatokat. Ács Rezső ezek mellett arról is beszélt, hogy a következő időszaka hónapokkal ezelőtt megakadt fejlesztések felgyorsításáról és újbóli beindításáról szól majd. Önkéntesek vásároltak be az időseknek Szekszárdon, hogy nekik ne kelljen elhagyniuk az otthonaikat még tavasszal, a koronavírus első hullámának idején.
Most újra fel kell állítani ezt a rendszert, ugyanúgy, mint a tavasszal már jól vizsgázott intézkedésekre is ismét szükség lesz. Erről a város polgármestere a Rádió 1 műsorában beszélt. Ács Rezső múlt hét óta a törvény által előírtaknak megfelelően újból közgyűlési hatáskörben jár el, hasonlóan, mint a járvány első hullámának idején. A polgármester és a hivatal munkatársai pedig már elkezdték megszervezni a vírussal kapcsolatos legfontosabb teendőket. Lesznek olyan lépések, amik már ismertek, tavasszal is így voltak. Munkacsoportok felállnak, ugyanúgy, ahogy tavasszal volt ez, megszervezzük az étkeztetést, kiszállítást, ingyenes parkolás lesz, mint ahogy országosan elrendeltek. Ács Rezső az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján arról is beszélt, hogy a védekezés mellett a következő időszak a hónapokkal ezelőtt megakadt fejlesztések felgyorsításáról és újbóli beindításáról szól majd. Például mondjuk az Allende utcai orvosi rendelő ügye, vagy éppen egyéb szőlőegyi óvoda ügy, vagy bölcsőde ügye, vagy a ügyeleti központnak a beruházása, felgyorsulnának, és a pandémia alatt egy részükbe is fejeződnek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt hónapok elvesztegetett lehetőségeit most be is kellene hozni. Tehát amellett, hogy a városban a működőképességet fent kell tartani, amellett meg kell gyorsítani beruházásokat. Ács Rezső azt mondja, a döntéseket a törvénynek megfelelően ő maga hozza majd meg, de előtte minden esetben kikéri a közgyűlés bizottságainak véleményét is. Koronavírussal kórházban kezelik az egyik szekszárdi autóipari alkatrészeket gyártó cég dolgozóját. A vállalat vezetője azt mondja, kézfertőtlenítőket helyeztek el a gyár több pontján, és előírták a maszk kötelező viselését is. A dolgozók és családtagjaik azonban tartanak attól, hogy megfertőzöttek a vírussal, és további óvintézkedéseket várnak a gyár vezetőségétől. Koronavírussal kórházban kezelik az egyik szekszárdi autóipari alkatrészeket gyártó cég dolgozóját. A gyár munkavállalói és családtagjai félnek, hogy megfertőzöttek, mert a nő betegen is bejárt dolgozni. Azt mondják, hiányolják az óvintézkedéseket a vállalat részéről, például a koronavírus tesztet és a testhőmérést. Nagyon sok család, nem csak az én családomról van a szó, hanem több száz ember egészségéről, az életéről, szóval ez nem vicc, ez nem gyerekjáték. Én ezt kérném, hogy tessék nyomatékosan ellenőrizni őket, testhőmérsékletet. A gyár igazgatója elismerte, hogy van egy igazolt fertőzött dolgozójuk, akit kórházban kezelnek. Nyerki Emil azt mondja, minden jogszabályi kötelezettségnek eleget tesznek, és több intézkedést hoztak a koronavírus járvány miatt. Tavasszal például fizetés nélküli szabadságra mehettek azok, akik kérték. Folyamatosan fertőtlenítettek a gyárban, készfertőtlenítőket is elhelyeztek az üzem több pontján. Kérték a dolgozókat, hogy jelezzék, ha koronavírusos emberrel találkozhattak, és ekkor inkább maradjanak otthon 2 hétig. Most pedig további szigorításokról döntöttek. A recepciót és a személyzeti osztályt plexivel elkerítettük, hogy a levegőt egy kicsit sikerüljön szűrni. Irodákat átrendeztük, tehát illetlen módon a kollégák egymásnak háttal vannak, de egészségügyi szempontból ez valószínűleg egy jó döntés volt. November indult a kötelező maszkolás, tehát mind a cég területén, mind a céges járatokon kötelezően hordandó a maszk. A gyárban kisebb létszámú műszakok létrehozását nem, a dolgozók tesztelését azonban tervezik. Ennek költsége 2 millió forintra rúgna. Hajlandóság megvan rá, anyagiak megvannak rá, keresek valakit, aki ezt végre tudja hajtani. A szekszárdi gyárban jelenleg 402-en dolgoznak. Élelmiszerfelhalmozás, indulatkezelési probléma, vírustagadás. A szakember szerint ezek hátterében a koronavírustól való félelem és a hosszan elhúzódó krízis helyzet áll. A Balassa János Kórház pszichiátere azt mondja, vannak helyes megküzdési stratégiák a nehezebb élethelyzetekben, ezeket kellene megtalálni. Ismét rekordot döntött a koronavírussal fertőzöttek száma és az abban elhunytak száma is Magyarországon. 5162 újabb magyarnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Elhunyt 55 beteg. Tolna megyében a friss adatok szerint 1379 fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta. Hiába riasztóak az adatok, a vírustagadók száma nem csökken. A közösségi oldalakon számos, több 10 000 taggal rendelkező csoportot lehet felfedezni, akik szerint feleslegesek és álságosak a járványügyi intézkedések.
Bár több önkormányzat támogatja és ingyenesítette a koronavírus szűréseket, sok helyen alacsony volt a részvételi arány. Drávaszerdahelyen például a szűrésre jogosult 180 főből mindössze 40-en jelentek meg. Tavasszal Bátaszéken is kevesen mentek el a szűrésre, a részvételi arány akkor alig haladta meg a 40%-ot. A szakemberek szerint sokan félnek a megbélyegzéstől, mások pedig a mintavétellel járó fájdalomtól tartanak, noha a betegség súlyos szövődményeivel összehasonlítva az elenyésző fájdalom. Kertész Ágnes, a Tolna megyei Balassa János Kórház pszichiátriai osztályát vezető főorvos azt mondja, ennek a jelenségnek az az oka, hogy az emberek nehezen élik meg a húzamosabb ideig tartó krízishelyzetet, megoldási sémáik pedig beszűkülnek. Ekkor lépnek fel az indulatkezelési problémák, az élelmiszer felesleges felhalmozása és a vírus, valamint a helyzet tagadása is. Mindenféleképpen számolni kell avval, hogy kóros működések lépnek életbe, vagy egy intenzív szorongás és a helyzetnek a sokkal súlyosabb formában való megítélése, mint a valóság, vagy a tagadás. Szakemberek szerint ismét megnőhet az alkohol és a kábítószer fogyasztása magyarok körében, hiszen ezek az úgynevezett pótszerek szorongás csökkentő hatásúak. Megnőtt az igény az influenza elleni védőoltásokra. A szakértők szerint már most jóval többen kérték a védőoltást, mint tavaly ilyenkor. Ugyan a kormány ingyenesen elérhetővé tette mindenki számára a vakcinát, de a protokoll maradt a régi. Tájékoztatni kell a házi orvost az oltási szándékról, hiszen ő rendeli meg az oltóanyagot. November 10-től már a 3 év alatti gyermekek oltása is elérhető lesz. Megnőtt az igény az influenza elleni védőoltásokra, de kevés az oltóanyag. Ez a hír járta mostanában a közéletet, de ez nem egészen így van. Ugyan a kormány mindenki számára ingyenessé tette annak a lehetőségét, hogy beadassa magának a vakcinát, ettől függetlenül az igényt előre kell jelezni a házi orvosnak, hogy ő mindenki számára megrendelhesse a védőoltást. Omachterik a gyermekorvos szerint ebből vannak félreértések, sok szülő nem jelezte, viszont igényli, hogy gyermeke be legyen oltva. A doktornő elmondta, hogy aki október végéig kérelmezte a védőoltást, az november 18-áig biztosan meg is fogja kapni. Első körben a felnőtteknek és a 3 év feletti gyermekeknek érkezett meg a vakcina, de azóta már a 3 év alatti gyermekek oltása is elérhető. November 6-án kaptuk az e-mailt, hogy adjuk be az igényeket, pontosabban megrendelték a 3 év alatti korosztálynak való védőoltást, amit ezen a héten kedden lehet átvenni, illetve kettől lehet átvenni az ANTS-be. A doktornő az előjegyzések szerint november 18-áig 30 gyermeket olt be az influenza elleni védőoltással. Azt mondja, hogy ez a szám több, mint az elmúlt években, de még mindig nagyon kevésnek tartja. Az igazi influenza szezon december végén, januárban szokott Magyarországon tetőzni, így Omachterika azt javasolja, hogy december közepéig érdemes mindenkinek beadatni a védőoltást. Kovács Klára felnőtt házi orvos is úgy tapasztalja, hogy megnőtt az igény idén a védőoltásokra, és szerinte ez nem csak az ingyenességnek köszönhető. Október 19-én megkapott védőoltásunkat 10 nap alatt eloltottuk, ezért október 29-én pótoltásért mentem a népegészségügyi osztályra, úgyhogy 320 plusz 60 oltáson vagyok túl a Bátaszék 2-es körzetben. Civilek és kormánypárti önkormányzati képviselők szerveztek környezetszépítő akciót a Tolnai megyeszékhelyen szombaton. Azt mondják, azért álltak neki a szemétszedésnek és a falevelek összetakarításának, mert az elmúlt hónapokban egyre elhanyagoltabb szexárd. Alig néhány óra alatt nagyjából 40 zsákot töltöttek meg hulladékkal. Seprű és gerebje, mindenki ezekkel dolgozott szombaton a szexeli Körösi Csoma Sándor utcánál található játszótéren. A környezetszépítő akciót a helyi városvédők szervezték. A civilek vezetője azt mondja, a szexárd közterei egyre elhanyagoltabbak a tavalyi választás óta, ez pedig ősszel, amikor a falevelek hullanak, különösen látványos. Ezért szervezték a környezetszépítő programot. Mi külön programként elkezdtük a Szépítsük Városunkat programunkat, amelynek keretében már több helyszínen felvonultunk, és próbáljuk a várost élhetőbbé, szebbé varázsolni. A környezetszépítés nem csak ezen a játszótéren, hanem a szurdikokban is zajlott. Az akcióhoz a Fidesz több helyi politikusa is csatlakozott. Csillagné Szántó Polixén, a körzet önkormányzati képviselője azt mondja, az ilyen események jó alkalmat kínálnak ahhoz, hogy személyesen mérje fel a környéken élők igényeit.
Számomra azért is fontos, ez még kicsit együtt vagyunk. Ide jönnek a körzetben lakók, néhányan tudunk beszélgetni, már most összeírtunk egy csomó gondot, amit itt meg kellene oldani. A környezetszépítő akcióban a város alpolgármestere is részt vett. Gyurkovics János szerint a koronavírus járvány minden korábbinál gyorsabb terjedése miatt különösen fontos lenne, hogy a közgyűlésben többségbe került ilyen szexárd frakció tagjai sokkal többet tegyenek a nyilvános közösségi terek tisztántartása érdekében. Olyan intézkedéseket, olyan dolgokat meghozni, amivel tudjuk ezeket a dolgokat csökkenteni. Tiszta legyen a játszótér, fertőtleníthető legyen, és a gyerekek megfelelő körülmények között tudjanak játszani. A hétvégi környezetszépítő akcióban résztvevők néhány óra alatt körülbelül 40 zsák szemetet és lehullott fa levelet szedtek össze a város közigazgatási területén. Az egyre szemetesebb szexárdi közterületekkel kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, a közgyűlésben többségben lévő ilyen szexárd frakció vezetőjét is. Szerettük volna tőle megtudni, mit terveznek tenni az ellen, hogy a város közterületei a helyiek szerint egyre elhanyagoltabbak. Bomba Gábor viszont adásunkig nem válaszolt a kérdésünkre. Újraindult a karate élet a bátaszéki sportcsarnokban a közel fél éve szünetet követően. A Magyar Karate Szövetség által létrehozott Liga Kupa versenysorozat első fordulóját ugyanis bátaszéken rendezték. A kétnapos mérkőzésen 14 egyesület 300 versenyzője vett részt, a szigorodó járványügyi szabályokat betartva. Az országos versenyen megjelent a Magyar Karate Szövetség elnöke Mészáros János és a VKF rendszerű karate szövetségi szakág vezetője is. A sportesemény diplomáciai jelleget is öltött. Az eseményen szó esett arról is, hogy a sportág vezetői szívesen bíznák meg a bátaszéki klubot egy nemzetközi verseny megszervezésével, amennyiben erre vállalkozna, és ehhez támogatást is nyújtana az országos szövetség. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Megváltozott munkaképességűek Mohácson, a helyi üzemben járt az államtitkár. Termelői piactér Pécs belvárosában, 3 napra őstermelők költöztek az Agórába. Védőoltás, sokan szeretnék beadatni az influenza elleni vakcinát. Munkaalapú gazdaság, munkahelyvédelem a járvány alatt a megváltozott munkaképességűek megbecsülése, ezekről beszéltek a vendégek az Erfó Mohácsi üzemében. Itt háztartási papírárukat gyártanak, illetve bércsomagolási feladatokat vállalnak megváltozott munkaképességű foglalkoztatottakkal. Az állami cég az országban 150 telephelyen rendelkezik, mintegy 9000 embernek adnak munkát. Az üzem látogatáson a szakállamtitkára azt mondta, jövőre 45,6 milliárd forint jut erre a területre. Papírzsebkendőket, háztartási papírárukat gyártanak az Erfó Mohácsi üzemében. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató állami tulajdonú non-profit cég igazgatója azt mondja, mintegy 9000 munkavállalóval dolgoznak 150 telephelyen az országban. Mohácson 2005 óta vannak jelen üzemükkel. Az idei évben 20 fővel tudtuk bővíteni az amúgy is népes üzemünket, tehát most már közel 120 főnek adunk itt munkát, és tudtunk egy raktár arat is építeni, hiszen nagyon megnövekedett az igény az általunk gyártott háztartási papírra, amivel közületeket, intézményeket, nagy szállodaláncokat és a kiskereskedelmet is ellátjuk. A térség országgyűlési képviselője azt mondja, a munkaalapú gazdaságot hirdette meg a kormányzat 2010 után. Ennek sikeres részesei lehetnek a megváltozott munkaképességűek is. Hogyha az embernek munkája van, akkor minden van, hogyha valaki elveszíti a munkáját, akkor nem csak az egzisztenciáját veszítette el, hanem az emberi tartását is elveszítette. Ezért fontos az, hogy ezeket az embereket, akik szocotthonokban élnek, akár itt a Pándi otthonban, ezeket is részmunkaidőben, vagy bármilyen módon a saját teljesítő képességeik maximumáig munkalehetőségekhez juttassuk. Ez az üzem ezért nagyszerű. Most a járványidőszakban az életek védelme és a munkahelyek védelme a két legfontosabb feladat a kormánynak, mondja a szociális ügyekért felelős államtitkár, aki üzemlátogatásra érkezett Mohácsra pénteken. Mint egy 155 ezer olyan honfitársunk van, akinek a munkavégző képessége megváltozott, tehát úgy hívjuk, hogy megváltozott munkaképességű, de helyet talált a gazdasági életben, van munkahelye, tudják foglalkoztatni őt. Ez azt jelenti, hogy 44% ennek a célcsoportnak, ez 10 évvel ezelőtt csak 18 volt, 18-ról 44%-ra jött a foglalkoztatás, ezért gondolom, hogy ez jó és helyes ez az út, ez a mostani üzem is ezt mutatja meg, hogy lehet foglalkoztatni ilyen embereket. A kormány anyagilag és
támogatja a megváltozott munkaképességűeknek létrehozott munkahelyeket. Jövőre 45,6 milliárd forintot kap ez a terület, 2 milliárddal többet, mint idén. 3 napon keresztül az őstermelőké volt a főszerep a belvárosi bevásárlóközpontban. A Pécsi Életmód Egyesület szervezésében termelői piac téré változott az áruház agórája, ahol természetes összetevőkből álló házi készítésű és egészséges élelmiszereket vásárolhattak az érdeklődők. Régi álom vált valóra azzal, hogy a termelői piacokon kínált termékeiket a belvárosi forgatagban is bemutathatják az őstermelők. A Pécsi Életmód Egyesület piacötlete az évről évre megrendezett értékkiállítás és vásárból ered. És a legfontosabbak a gazdák, akik kihozták a saját maguk által megtermelt áruból elkészített finomságokat. 11 gazda standja található most itt. Elég változatos, vannak szörpök, lekvárok, cukormentes, cukros natúrízben, füstöltárú, méz, nagyon finom egyéb készítmények is megtalálhatók. A Patronus Szociális Szövetkezet Pécset szervez kézműves és termelői piacokat. Minden páros hét péntekén a Kossuth téren, a Páratlanokon az Uránbányász téren, szombatonként pedig a Búza téren várják a vásárlókat, ahol az alapvető élelmiszereket meg lehet vásárolni. Szerintem már sokan be is látták, hogy sokkal egészségesebb, jobb ez a termék. Tehát a pandémia idején ez különösen fölértékelődik, amikor láthattuk tavasszal, hogy sok kereskedelmi láncnál akadozott a behozatal, és akkor bizony a saját árunkra számíthatunk, mert ez itt termelődik meg. Arról nem beszélve, hogy ez valójában a közös érdekünk, hogy minél több embernek ebből munkája legyen. A Pécsi Életmód Egyesület partnere a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat. Ők teremtették meg a lehetőségét annak, hogy a helyi termelők kitelepülhessenek ezen a 3 napon a belvárosi bevásárlóközpontban. A helyi termelők a helyi közösségekben nagyon nagy szerepet játszanak. Nekünk is van egy programunk, ilyen a termelőkosár.hu oldal, és itt is nekünk az a célunk ezzel, hogy a fogyasztót minél rövidebb úton eljutassuk a termelőhöz, és ugyanúgy fordítva is. Úgyhogy ezért támogatjuk ezeket a rendezvényeket, és reméljük, hogy egyre több ilyen rendezvény lesz, amit támogatni tudunk. Ugrásszerűen megnőtt azoknak a száma, akik influenza elleni védőoltással jelentkeznek a házi orvosoknál. Szinte minden településen nagyobb igény jelentkezik a megelőzésre. A szakemberek azt mondják, elsősorban az idősebbek szeretnék beoltatni magukat. A tél beálltával hamarosan érkezik az influenza szezon is. A szakemberek éppen ezért arra bíztatnak mindenkit, hogy oltassa be magát a vírus ellen. Különösen fontos ez a mostani COVID-19 járvány második hullámában, amikor napról napra emelkedik a fertőzöttek száma. Az idősebb krónikus betegeknél ez jelenleg is egy nagy kockázatú, gyakran halálos szövődménnyel bíró betegség. Ha egyszer a két vírus van jelen szervezetben, azt gondoljuk, hogy ez a kockázat és ilyen formán a akár a halálos kimenetel is lényegesen nagyobb arányú lehet, mint akkor, hogyha csak az egyik vírus betegíti meg a szervezetet. Kelemen doktor szerint a másik szempont pedig az, ha valaki influenza ellen már oltva van, a nagyon hasonló tünetek jelentkezésénél könnyebben szűrhető a beteg, és előbb kaphat megfelelő ellátást. Strapek Csabáné és családja már évek óta rendszeresen oltatja magát influenza ellen. Mivel magas vérnyomásos vagyok, ezért nehogy esetleg súlyosabb szövődményt kapjon az ember, és a családban is sajnos volt a tüdővel gond, és ezért úgy gondoltam, hogy ez fontos. És végül nézzük Főbb-Tolna megye híreinket még egyszer röviden. Szigorodnak a szabályok, újabb járványügyi intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor. Szekszárd felkészült a második hullámra, a polgármester irányításával folyik a tavasszal már jól vizsgázott munka az önkormányzatnál. Koronavírus, kórházban kezelik az egyik szekszárdi gyár dolgozóját, a cég intézkedésekről döntött. Környezetszépítő akció Szekszárdon, gerebjével takarították a játszóteret civilek és kormánypárti önkormányzati képviselők. Kedden ismét ködös, borongós időre van kilátás, helyenként köccitálással, csak kevés helyen süthet ki a nap. A hőmérséklet nagyjából a hétfőivel megegyezően alakul. A tartósan ködös területeken mindössze 5, még ott, ahol kisüt a nap, 10 fok köré emelkedik.
Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!